Itt vagyunk a Szent István téren, amelynek jellegzetes elalakú épülete, a Dunapartra vezető lejáró melletti saroképület. Hát ez az, amit ugye Flóriánházként említenek, akkor legkorábbi képeslapok. Na de mit tudhatunk a névadóról, Flórián Jánosról? Gondolatban repüljünk vissza az időben egy kicsit, az 1860-as években, és képzeljük munkáli Flórián Jánost, amint megpödri a harcsabajszát, fölveszi a széles karimájú kalapját, szív egyet jelzetes tajtékpipájából, hón alá veszi a sétapálcáját, és itt az üzletéből átbaktat a szomszédos nagy vendéglőben található kaszinóban. Azért nem Erzsébet szállat mondok, mert a századforduló még a 19. században nagy vendéglőként hívták, és csak a 20. század elején kapja az Erzsébet szálló nevet. És hát pontosan így képzelhetjük el a korabeli fennmaradt portréfotók alapján Flórián Jánost, és néhány éve egy Haladás utcai ingatlan kipakolásakor szó szerint a szemét halomból került elő egy fotóalbum, ami a Flórián család képeit és más paksi illusztris személyeket tartalmazott. Mivel kereskedett itt Flórián úr? Flórián János egy nagyon ismert és népszerű alakja volt a 19. század végi paks társadalmának. Már az 1850-es években gyógyszertárként említik az újsághirdetések ezt a sarki kis csemegekereskedést. A fűszeráruk és a csemegáruk mellett ugyanis különféle egészségügyi termékeket is, pipere termékeket forgalmazott, mint például fogpasztát, szájvizet, keserűvizet, savanyúvizet, különféle szappanokat. Nagyon jó nemzetközi kapcsolata volt, ezeket itt helyben tudta forgalmazni. Amúgy a köztudatban van még egy Flóriánház, amit Flóriánházként említenek itt a Deák Ferenc utca, régebbi nevén Malom utca 5 szám alatt, ami később már hírt ház volt. Lehet, hogy valószínűleg ez volt a Flórián családnak a lakóépülete, és annak a végében volt az úgynevezett Flórián Park, ami egy képeslapon fennmaradt, ami a később ott alakult ki a sétány, Dunaparti sétányvégi rózsakert, rózsalugas. Milyen szolgáltatásokat nyújtott még az üzletében? A lakossági takarékoskodás szemléletét erősítendő, alapítója és első igazgatója volt 1869-ben a Paksi Takarékpénztárnak, illetve itt az üzlete a féle turisztikai jegyirodaként funkcionált, ugyanis visszatérő újsághirdetésekben hol a korcsolyázó egylet bájára, hol pedig egyéb katolikus egyleti bárra lehetett itt elővételesen jegyet venni. '90-es évek volt olyan rendezvény, ami az ő parkjában, az ő kerthelyiségében volt megtartva, és országosan ismert bűvész Brückner bácsi volt, aki itt a bűvészmutatványon szórakoztatta a közönséget. Aztán fennmaradt olyan történet is, hogy itt az üzlet pincéjében a szolgáló nyitva felejtett egy benzines palackot, ami olyan erővel robbant fel, hogy a szomszéd épület megsebesített egy cselédlányt halálosan. Emellett amúgy egyéb társadalmi szerepvállalásai is voltak Flórián Jánosnak, például a 1899-es az olvasókörnek a választmányi tagjai között is megtalálhatjuk őt, vagy azon a listán, akik támogatták 1901-ben az új paksi katolikus templom felépítését, 1200 koronával támogatta ezt a templomépítést például. Aztán 1902-ben már lemondott a takarékpénztár elnöki funkciójáról, és nem tudjuk, hogy mikor halt meg, de az biztos, hogy még az első világháború előtt, mert a felesége halálhírét közölték az újságok, és már özvegy Flórián János nénében 1914. februárjában hunyt el. Amúgy Seyfried Juliannának hívták, aki a pécsi püspök Seyfried Istvánnak volt a testvére. A források szerint fia Flórián István is ismert közszereplője volt városunk történetének. Igen, Flórián István 1853-ban született, és 1876-ban nősült meg felesége Vikus Ilona, több gyermekük is született, és ő is egy ismert közszereplője lett a városunknak. 1874-ben már bekapcsolódott a tűzoltóegylet, az önkéntes tűzoltóegyesület munkájába, sőt parancsnoka is volt, és ebben a bizonyos Flórián albumban szerepel is olyan fénykép róla, ami paks feliratú tűzoltó sisakot visel. Amúgy gyermekkori képek is vannak róla, tehát több korszakban is található róla fénykép ebben az albumban, illetve
Kezdetben apja üzletét, kereskedését segítette, abban dolgozott, és később pedig a közéleti pálya felé terelődött az ő pályafutása. Tehát a politikai életben vállalt szerepet mit tudhatunk erről pontosabban? 1894-ben már tavaszán tagja volt annak a városi küldöttségnek, delegációnak, amely részt vett Budapesten Kossuth Lajos temetésén, de a tényleges közéleti pályafutása majd csak a századforduló után indul be. Tudjuk, hogy 1904-ben már viridista alapon, a legtöbb adót fizetők jogán tagja a városi képviselőtestületnek, elöljáróságnak, aztán 1909-es községi tisztújításon pedig városbírónak választják, ami tisztség a mai polgármesternek feleltethető meg. Emellett politikai téren is mozgott, a függetlenségi 48-as pártnak a helyi elnöke volt, és itt az Erzsébet szállóban olykor ilyen politikai fórumokat is szervezett a párt helyi elnökeként. A választókerületnek a képviselőjelöltje akkor dr. Mádi Kovács János volt. Végül is ennek a Flórián háznak a sorsa. Visszatérve az üzlet sorsára, apja Flórián János már 1894-ben ezt a csemegekereskedést eladta egy másik fűszerkereskedőnek, Kispálnak, és 1890. májusában meg is történik a cégbejegyzés. Flórián János utóda Kispál néven történik ez a bejegyzés, és a századfordulón megjelenő képeslapokon már ki is vehető a Flórián J. utóda Kispál. És hát ezt követően Kispál üzlete lesz, illetve az ő utódai után Kispál utóda üzletház, egészen ez a történet az 50-es években az államosításig tart, amíg arra is a Népbolt vállalatnak a tulajdonába kerül, de ez már egy másik család és egy másik történet lesz.